Ettől a tanévtől, szeptembertől a harmadik életévüket betöltött gyerekeknek kötelező óvodába járni a köznevelési törvény szerint. A családi pótlék folyósítását is az óvodáztatáshoz kötik. 20 nap igazolatlan távollét esetén megvonható a támogatás. 2015-ben április 28-áig kellett az óvodákba beiratkozni, az előzetes számítások alapján több gyermek jár majd az önkormányzati egyházi vagy alapítványi intézményekbe. A köznevelési törvény ugyanis előírja, hogy naponta legalább 4 órát az óvodában kell tölteniük a harmadik életévüket betöltött gyerekeknek. Eddig 5 éves korig nem volt kötelező az óvodáztatás. A kisgyerekkorban elkezdett intézményes nevelés nem csak a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása miatt célszerű, hanem elősegíti a kisgyermek közösségi életbe való bekapcsolását is. Az óvodai nevelés az alapja a gyermek szocializációs fejlődésének, így sajátítják el azokat az alapkészségeket, amelyet majd az iskolai oktatás során tanulással fejlesztenek tovább. Az óvodában töltött évek alatt alapozzák meg a gyermek önállóságát, figyelmességét, kitartását, feladat és szabálytudatát is. A gyermekek normarendszere, viselkedése és személyisége az óvodában kezd kibontakozni. A jelenlegi törvényi keretek meghatározzák a csoportlétszámokat is, amit 25 főben maximálnak. A szülők szabadon választhatnak intézményt, a szabály szerint viszont elsősorban abba az óvodába kell felvenni a gyereket, amelyik körzethez tartozik, ahol életvitelszerűen lakik, vagy ahol a szülő dolgozik. A témát folytatjuk itt a stúdióban. Olá Gabriella gyermekpszichológussal. Jó estét kívánok! A korábbi törvény értelmében az 5 éves korú gyerekeknek volt kötelező óvodába járniuk, és nekik is napi 4 órában. Most a 3 éves kortól kötelező az óvoda itthon nálunk. Hogyan fogadja ezt a szakma? Igazából én nem érzékelem, hogy ez olyan nagy változást jelentene, mert a 3 éves kori óvodakezdés az teljesen illeszkedik a gyermekeknek a fejlődéséhez, és a korábbi gyakorlat is ez volt, és én azt gondolom, hogy nagyon sokan, vagy hát a gyerekeknek a nagy része az el is kezdte 3 éves korban az óvodát, és azt gondolom, hogy ez a teljesen összhangban van a fejlődésükkel. Mi lehet az előnye annak, hogy 3 éves kortól most már garantáltan egy közösségbe kerül be a kisgyermek? Mit mondanak a pedagógusok, a pszichológusok? Hát, ahogyan a riportban is elhangzott, nagyon fontos a gyermek szocializációja szempontjából. Az, hogy mikor kerül közösségbe, és ott mennyi időt tölt. Az, hogy az anyával, illetve a családdal mennyi időt tölt a gyermek, ugye ezt szokták fő indokként felhozni, hogy az anya-gyerek kapcsolat az mennyire fontos. Igen, ez valóban így van, de ennek a legfontosabb időszaka az körülbelül a 0-tól 1 éves kor. És ebben az életkorban alakul ki a legszorosabb kötődés az anya és a gyermek között. Ez nagyon fontos, hogy ez meglegyen, és ez valóban otthon történjen. De hogy innentől kezdve, ahogyan gyakorlatilag a gyerekek elkezdenek tanulni, beszélni és járni, fokozatosan távolodnak el a szülőtől és az anyától, és 2,5 éves korban már olyannyira megnő az érdeklődésük és az igényük a társak iránt, az új ingerek iránt, hogy az, hogyha ők ebben az életkorban bölcsödét kezdenek, vagy óvodát, az teljesen illeszkedik a fejlődésükhöz, és már az a fajta szoros együttlétet az anyával napi 8 órában nem feltétlenül igénylik. Ettől nem kell félni, hogy ez valamilyen káros hatással lesz a gyerekekre, hogyha ők emiatt óvodába kerülnek. Amit nyerhetnek vele, az természetesen maga a képességeknek a fejlődéseit, értem ez alatt elsősorban a beszédfejlődést. Sokkal nagyobb problémát jelent az, hogy nagyon sok gyermek beszédhibás, és nagyon későn kezdenek el beszélni. Ez részben annak köszönhető, hogy otthon is a beszélő környezetnek nem biztos, hogy annyi ingert biztosít, annyi mondókát, annyi mesét hallanak, és ez később a beszédproblémák nagy részében jelentkezik,
ami aztán az iskolás korra áthúzódva komoly tanulási nehézségeket okoz. Tehát, hogyha a gyerek minél hamarabb óvodába kerül, és ott minél hamarabb megtanul beszélni, fejlődik, a szókincse gazdagszik, azzal már akár előrevetítve pár évet iskolai problémákat is előzhetünk meg. De a beszéd az csak egy terület. Ezen belül gyakorlatilag bármelyik készségét nézzük, az emlékezettől kezdve a rajzkészségen keresztül, és akkor még nem beszéltünk a társas készségeiről is. Arról, hogy hogyan fogad el szabályokat, hogyan illeszkedik be, hogyan alakít ki kapcsolatot gyerekekkel, idegen felnőttekkel, hogyan tudja az érzelmeit szabályozni, hogyan tudja a szorongásait, az indulatait megtanulni, kontrollálni. Ez mind-mind az óvodai helyzetben tudja megtapasztalni. Ott érik olyan ingerek, és ott teremtődnek olyan lehetőségek, amikben ő ezeket meg tudja tanulni. Ez az elszakadás, ez az elválás, amiről ön is beszélt, a 2 éves, 3 éves korú gyereket érinti, most mindegy, hogy bölcsödébe jár, vagy 3 éves kortól óvodába. Nagyon sok szülő úgy van vele, hogy aki teheti, és mondjuk az egyik gyermeknek van testvére, és otthon van a gyerekekkel, akkor egyfajta praktikus okokból is otthon tartotta, vagy tarthatta eddig akár a 4 éves gyermeket is, és ezzel magyarázzák, hogy otthon a család együtt van, a családi nevelésnek is ugyanolyan fontossága van, vagy nagy fontossága van, mint a közösségi nevelésnek. De az látható, hogy a közösségi nevelés pedig a későbbiekben, amikor már iskolába jár a gyerek, mérhetőbb eredményeket hoz. Mit mond erre is a szakma, a pedagógus, a pszichológus? Igazából ez a testvérhelyzet egy nem könnyű változás a család életében, és azzal, hogy nyilván amikor a kistesó megszületik, és nem abban az időpontban adjuk azonnal óvodába, bölcsödébe a nagy tesót, akkor azért arra érdemes figyelni, hogy ez a kettő ne essen szorosan egybe. De a gyerekek egy kis tesó mellett is élhetnek át sok frusztrációt, és lehet, hogy egy pár hónap elteltével jobban jár az egész család, hogyha a nagy tesó az közösségbe kerül, mert otthon úgyis csendbe kell maradni, vigyázni kell, nem szabad a kis bántani, és anyának is sokkal könnyebb egy gyerekre figyelni, és mondjuk, ha egy fél napot van az óvodában, vagy délután még tud együtt lenni a család. Tehát igazából én nem gondolom, hogy ez annyira nyomós érv lenne, ami miatt mindenképpen otthon kellene tartani a nagy tesókat. Egy másik féle aspektusból megvilágítva a köznevelési törvénynek a módosítását, ami ugye a kötelező óvodáztatásra vonatkozik, Magyarországon úgy vélik, hogy nagy szükség van olyan helyeken, ahol főleg hátrányos helyzetű gyerekek élnek, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek élnek a korai óvodáztatásra, mert hogy a hátrányos helyzet még ebben az idősávban, a 3-6 évig könnyebben behozható. Milyen példákat látnak erre? Ez így van, ez valóban, hogyha mondjuk iskolai érettségi vizsgálaton találkozunk olyan nagy csoportosokkal, akik fél évet, egy évet jártak óvodába, akkor olyan lemaradások tapasztalhatóak, amit az iskolában több év alatt tudnak behozni, és ugye itt a korai fejlesztés az nem csak a 0-3 éves korra vonatkozik, hanem a minél korai fejlesztésre, és olyan készségeket tudnak itt elsajátítani a megfelelő időben, amit később hosszú évek még ledolgoznak egy olyan hátrányt. Ez ugyanúgy a beszéd, a memória, a logikus gondolkodás, az általános tájékozottság, mondjuk például a színeknek az ismerete, tehát valóban, amikor a családból nem érik annyira gazdag ingerek a gyerekeket, akkor ezeket bekerülve egy iskolai közösségbe már nem nagyon ez a feladata, vagy ez lenne a feladata a tanítónéniknek, hogy ezeket a hátrányokat ledolgozzák, hanem hát ott van egy tananyag, amit el kell sajátítaniuk. És én úgy gondolom, hogy ezzel a korai óvodáztatással sokkal könnyebben
hogyan tudnánk fejleszteni a gyerekeket. Esetleg iskola érettebbek lesznek-e a gyerekek a hatodik életévük végére, mert hogy egy felmérés szerint az elmúlt 10-15 évben nem 6, hanem 7, de sok esetben 8 évesen kezdték az első osztályt. Ugye most már lehetőség nyílik arra, hogy a szülő eldöntse, hogyha a hatodik életévét betöltötte, akkor mehet iskolába, vagy ha akar, akkor mehet iskolába, vagy ha érett az iskola kezdésre, de talán, hogyha több időt töltenek az óvodában, akkor hatodik életévükre iskola érettebbeké válhatnak-e? Hát én ezt így teljesen általánosságban nem merném kijelenteni, de mert bizonyos esetekben nem csak ezen múlik az iskola érettség. A készségek, a képességek szempontjából igen, de azért az iskola érettséget még egyéb szempontok is meghatározzák, de azt gondolom, hogy úgy nagyjából összességében, ha tekintjük, elősegítheti, ezt kimondhatjuk. Olá Gabriela, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!